6 alapvető élelmiszer ára maradt hatósági szinten július 1-ig a kormány újabb intézkedése nyomán. Nem tartozik azonban ebbe a körbe a kenyér, amely a KSH adatai szerint 2021 márciusa és 2022 márciusa között 28,7%-kal drágult. Az áremelkedést leginkább az infláció generálja, jelentősen emelkedett a búza, a liszt, az élesztő és a margarin ára is. Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke 35 perc című műsorunkban elmondta, az év hátralévő részében tovább drágulhatnak a péktermékek. A liszt ára most egy évvel ezelőtt 88 forint volt, most a jelenlegi állapot szerint 160 és 165 forint. A Gabona Szövetség, mint említettem, szerda eljelzése alapján júniusra 180 forint körül fog alakulni, szeptemberre azt prognosztizálják, hogy 200, és október körül 220 forintra valószínűsítik a lisztnek az árát. No, de miután tőzsdei termék és függ a búza termés területétől is, ez még változhat. Tovább növeli a sütőipari cégek önköltségét az is, hogy rövid időn belül háromszorosával drágult a villamos energia és a földgáz. Nehéz előteremteni emellett a bérköltségeket is. Január 1-én lépett életbe a minimálbér emelés, ezzel párhuzamosan az éjszakai és hétvégi pótlékok is jelentősen megemelkedtek. Lakatos Tibor elmondta, a termékek drágulása a keresleti igényekben is változást idéz elő. Egyre azt figyelhető meg, hogy az emberek most már a kilós kenyeret nem is nagyon vásárolják, hiszen nem biztos, hogy 2-3 tagú család el tud fogyasztani. Tehát én mindig is azt javaslom, hogy meg kell keresni azokat, lásd a nyugat-európai országok, Ausztriába, ahol már 4 szelet kenyeret is lehet kapni a boltba. Tehát ide kell eljutnunk, hogy nekünk is, hogy inkább kevesebb, jobb minőségű, nagyon fontos kovászolt, hosszú, eltartható kenyeret vásároljanak a vásárlók, és megszűnnek a pazarlások, vagy legalábbis csökkenni fog ezáltal. De úgy gondolom, hogy ezt a szokásokat nekünk is segíteni kell, főleg a kereskedelemnek. És igenis elegendő naponta, 2 naponta bevenni a boltba, és megvenni azt a kovászos kenyeret, amit úgy gondolom, hogy 2-3 nap múlva is megehető, meg lehet enni. És én azt hiszem, hogy ebbe az irányba fog elmenni az infláció miatti kenyérárnövekedésnek a hatása is. Lakatos Tibor hozzátette, a Magyar Pékszövetség folyamatosan tárgyal az Agrárminisztériummal a problémák kezeléséről. Az ágazat vezetői az áremelkedés mérséklése érdekében áfacsökkentést, a munkaerő hiány megoldásában pedig a gépesítést szorgalmazzák.